Tömegverekedésbe torkollott a közmunkások vitája a Borsod megyei Ormosbányán. Éppen képzésen voltak, amikor korábbi sérelmeik miatt egymásnak estek. Először a közmunkások verekedtek, majd az odaérkező családtagok is bekapcsolódtak a csetepatéba. Ütötték, verték egymást mindennel, ami a kezük ügyébe akadt. A rendőrség 9 ember ellen indított eljárást. Itt az Ormosbányai Művelődési Házban tört ki a csetepaté a tanfolyamon résztvevők között. Egyelőre sem a rendőrség, sem a település polgármestere nem kíván nyilatkozni arról, hogy mi történt. Ez a férfi azonban a teremben volt annyira, hogy egyike volt azoknak, akikre rátámadtak. Egy szóváltásból indult ki az egész verekedés, amit én megpróbáltam normális emberi módjára csillapítani, kezelni, de sajnos erre esélyem nem volt, mert eleven verekedési szándékkal jöttek oda, ahol mi tanulunk, és akkor ebből lett egy kisebb, hát nem egy kisebb fajta, nagyobb fajta csetepaté, ahol székek rongál, székeket dobáltak, ajtókat törögettek, nyitott bicskával jöttek a zsebükbe. A férfi állítja, hogy a késerést sikerült megelőzni, de a támadók egymást hergelték, így csoda, hogy nem szúrtak meg senkit. A verekedésben ablakot törtek, és székeket dobáltak a résztvevők. Ha elfogyott a szék, amikor már nem tudtak mit dobálni, akkor egy páran átugráltak az asztalon. Mire megfordultam, már azt vettem észre, hogy a fiam és a feleségem a földön fekszik, és az a két személy, a nevet nem szeretnénk mondani, azok a földön rúgdossák a feleségemet és a fiamat. Úgy tudjuk, hogy a polgármester riasztotta közben a rendőröket, akik nagy erőkkel érkeztek a faluba, 9 ember ellen indítottak garázdaság miatt eljárást.